üdvözöllek a csatornámon. Hadd javasolok be egy-két nagyon fontos első lépésbe. Ha lejjebb görgeted ezt a videót, ott fogsz találni egy gyönyörű, szépen pompázó, vér, vörös, piros feliratot, ami azt írja, hogy feliratkozom, avagy subscribe, ami tetszik. Eltökélten kattints rá arra a feliratra. Mutasd meg, hogy csinálják ezt 2019-ben. Megvárom. Megvagy? Ez esetben welcome! Sziasztok, én Dinály vagyok, és ez egy mém értékelő videó lesz. Oh my god. Megpróbálom kicsit színesebbé tenni a tartalom palettát a csatornán. Ez most egy teszt. Ez egy teszt videó. Kipróbálom ezt és meglátjuk, hogy milyen, aztán lesz, ami lesz. Illetve ugye múlt héten nagyon sok gameplay videó volt, megsűrűsödtek a gameplay videók a csatornán, nem kell megijedni. Erre majd a videó végén kitérek, hogy ez miért volt, illetve hogy a jövőben mire lehet számítani ezzel kapcsolatban. De most csekkoljunk le egy-két mémet. Puty! Oké, amikor a DNA teszt nem szükséges. Hát igen, ebben az esetben tényleg nem szükséges, azt hiszem. Egy kielégítő manőverezés kikötőben. Van ott még mit csiszolni azon a vajós jogsin, úgy érzem. Next. Mi a? Alligator lizard fighting back from inside the belly of a king snake. Holy sh... Következő. Okay. A 30 éves munkanélküli seggem. És a szüleim. De azért felírta, hogy de ne aggódjatok, én még csak 26 vagyok. Hát figyelj, hogy aki valaki ilyen szituációban, az csak sajnálni tudom. A szüleit is, de főleg ő magát. Pika pika! Van benne valami. What is supposed to happen when I graduate? What actually happens? Good one. Ez kap egy apót, ezt tetszik. Jó barátok, azt tudtátok, hogy a Friendsen belül ugye minden betű a fő karakterre utal? F. Phoebe. R. Ross. I. Loi. I. Rachel. N. Nónika. D. Danny DeVito. S. Chandler. Oké, okay, elfogadjuk, nem volt rossz, középszerű. Hogyha Isten a napot a negyedik nap kreálta, hogy telt el az a négy nap addig? Komment? Vatikántól. Tumarajottól vagy? Annyira nem láttunk még a hú de jót. Puppy trying to get his human's attention. Human. Oké. Nem sikerül neki, úgy érzem. Mexico! Túl hosszú. Neki fog menni az ajtónak. Kérdőjel? Mit csinálsz, ember? Ott a kilincs, nyisd már ki. Jó, oké, nézd is a videó következő. Élet egy orosz vonatom. Az mi? Az az autó, az hogy elment alatta? Ügyes volt. Ó, teszed. Egy macska. Fist pump. Yeah! Következő. Micsoda? Ez a teknős elvesztette a hátsó lábait. Állatorvosok Lego játékosit használtak, hogy építsenek neki egy ilyen mozgássérült széket. Cool! Apót! Next! Lithium Knight. Hopp! Láttam ám a Lithium Knight promo marketing reklám. Azt a rohadt! Úristen, what the f***? Tonight you come to my place, sir? Azt hiszem, hogy ezt itt kell abba hagyni. Ennyit a mém reakciókról, majd meglátom, hogy visszatérünk-e esetleg ilyen és ehhez hasonló tartalmakhoz. Annyira nem érzem magaménak, mindegy, kipróbáltuk aztán. Szóval, amit a videó elején említettem, a múlt hét volt az első olyan hét, aminél eltökéltem és elhatároztam azt, hogy minden nap fel fog tölteni egy videót. És ez így is volt? Láthattátok is, aki követte a csatornát, az látta is, hogy hétfőtől péntekig, ugye ez minden hétköznapot jelent, mert azért nekem is van egy kapacitás limitem. Na most a múlt héten ezek csak gameplay videók voltak, mert ezeket a videókat könnyű előállítani, könnyű megvágni és könnyű feltölteni. Tudom, tudom, aki ezeket nem szereti, sorry, aki ezeket szereti szívesen, I guess. De ne aggódjatok, aki kifejezetten az ilyen vlogos, utazós videókat szereti, azok is lesznek a csatornán, csak ugye nem olyan sűrűn. Ugye korábban sem tudtam ezeket sűrűn tartani, ennek egy-két fő oka van. Az egyik az, hogy nincsen rá kapacitásom, nincsen rá időm, ugye nekem van egy rendes nappali állásom, hétfőtől péntekig melózok, dolgozom, mint a güzű. Nem igazán fér bele kapacitás téren az, hogy tényleg sűrűn vlog, illetve utazó videókat csináljak és töltsek fel. Úgyhogy ezért maradnak a videójáték videók egyelőre, meg egyéb kis ehhez hasonló videókra is lehet számítani, és ezekkel majd megpróbálom kicsit szélesíteni a palettát, színesíteni a palettát, úgyhogy nem csak videójáték videók lesznek, de én szeretem a videójátékokat, hozzám közel állnak, és szívesen foglalkozok és játszok velük, és erre majd ki fogok térni szerintem külön videó keretein belül is. Kicsit ennek a múltját elmesélem, hogy miért van ez így, vagy miként hatottak rám a videójátékok az életem során, és miért
akiknél szeretem őket ennyire. Nem akarom annyira belőni a csatornát egy nagyon fix egy útra, hogy igen, itt csak ilyen videók vannak, hanem lesz mindenféle. Szóval röviden megpróbálom ugye minél sűrűbben és színesebben tartani a tartalmat a csatornán. Illetve ezzel kapcsolatban, hogyha van bármi ötletetek, kérdésetek, vagy például reagáljak valamire, akkor lent a komment szekcióban osszátok meg, whatever. Visszatérve arra, aki vlog videókat, utazós videókat szeretne látni a csatornán, az most örülhet, mert viszonylag hamarosan jön a következő Live Beats epizód, méghozzá a Voltra fogunk kinézni, a Slipknot lesz a fő attrakció, stay tuned for that! Igazából röviden ennyi lett volna ez a videó, köszi, hogy becsekkoltál, ha tetszett, akkor dobj egy lájkot, iratkozz fel, jelöld be azt a kis harangocskát, és akkor nem maradsz le semmiről, jelöld be, és akkor minden tökéletes zen és a világ egyensúlya helyre. De egyébként szenzációsak vagytok, erre még ki akartam térni, hogy elértük a 60 feliratkozót. Igen, ez az! Csak így tovább. Ja, még egyszer köszébe csekkoltatok, én Dinály voltam, és akkor látjuk egymást a következő videóban. Ami holnap lesz, mert minden nap lesz egy videó. Ha, whatever. Leléptem.